A pécsi nevelésű labdarúgó második időszakát tölti Nyíregyházán. A 2014-15-ös szezont követően a 28 esztendős védő megfordult a Puskás Akadémiánál és Kisvárdán is, két éve pedig ismét a piros-kék mezt viseli. A csapatkapitány alapember a Sparinak, amelynek szereplése az elmúlt bajnokságban elmaradt a várakozástól. Az átigazolási időszak elején több helyről is keresték Fodor Ferencet, aki végül úgy döntött, hogy nem vált csapatot. Volt lehetőségem máshol folytatnom, azonban azt gondoltam, hogy ugye egy felemás szezon után nem feltétlenül kell azt a klubot ott hagyni, ahol eddig megbecsült játékos voltam. Bízom benne, hogy ebben a két évben, amit alá is írtam, sikerül megvalósítani a célokat, és közösen egy szép jövő elé nézünk. A csapatkapitány bízik abban, hogy a Spari a tavasszal mutatott teljesítményre alapozva ott lesz a feljutás és harcoló csapatok között. Tengely megmaradt, azonban azért egy 6-6 játékos, ha nem csak az emlékezetem, kicserélődött. Ugye mindig azt gondolom, hogy egy futballistának csak a célja az első hely lehet, az első kettő hely az, ami ugye feljutást ér. Én inkább azt mondom, hogy legyen egy olyan szerethető csapat Nyíregyházán, akiért az emberek szívesen jönnek ki szurkolni, és szívesen buzdítanak minket. Ha ez megvalósul, akkor azt gondolom, hogy egy új stadionnal és egy fejlettebb létesítményen azt gondolom, hogy a feljutás is a közeljövőben elérhető céllá válik. A jelenleg Szlovéniában edzőtáborozó Nyíregyháza első meccsén 5-0-ás vereséget szenvedett a szlovén első osztályban szereplő FC Kopertől, majd a második mérkőzésen a szlovén másodosztályú Drava Ptuj csapatával játszott a gól nélküli döntetlen Fodorék.